Egészen biztosan vízesen vonultak az öltözőbe a Nyíregyháza játékosai az első edzésük után, hiszen szakadó esőben kezdte meg a felkészülést a Spari hétfőn. A délelőtti orvosi vizsgálatok után délután az Örökösföldi pályán tartott átmozgató tréninget a csapat. Néhány az előző szezonban meghatározó arcot hiányolhattak a kilátogató drukkerek, hiszen Jova Levente, Fodor Ferenc, Pekár László és Kelemen Dávid sem edzett társaikkal. Ők azonban nem távoztak a csapattól, hanem csupán pótszabadságot kaptak a vezetőségtől. Megy a munka, folyik folyamatosan, zajlanak a tárgyalások, illetve egyeztetünk a stábbal a szakmai munkáról. Nyíregyházán készünk végig, edzőmérkőzések erejéig hagyjuk csak el a hazai pályát, illetve lesz egy kisebb csapat összetartásunk, amire elutazik a csapat. Egyébként itt Örökösföldön és a stadion környékén fogunk készülni. Egyelőre ezek a komolyabb pontok a felkészülés tekintve. Szerepel NB1-es ellenfél is a felkészülés során. Reméljük, hogy megfelelően fogja szolgálni a szakmai felkészülésünket a nyár. A régiek mellett új arcok is feltűntek az első edzésen. A szakmai stábban egy régi ismerőst lehetett felfedezni, a csapat korábbi játékosa, a legutóbb Nyírbátorban tevékenykedő Ambrusz Árpád, asszisztens edzőként segíti tovább Bozsik József vezetőedző munkáját. A játékosok között pedig feltűntek a fiatalok is, így Nagy Máté, Starosta Dávid, végső előtt Tóth Ádám, valamint a Nyírbátorban kölcsönben szerepelt Csernák Martin is. Próbára eddig csupán Sárközi Norbert érkezett Dabasról, viszont a stáb mindenképpen tervez erősítéseket. Nincs még konkrétum, szeretnénk erősíteni meghatározó játékosokkal a csapaton. Nyilvánvalóan megvannak erre azok a posztok, amiket már kinéztünk magunknak, de ezt egyelőre még megtartanám magunknak. Bozsik József az előző szezon utolsó négy meccsére váltotta Lucsánszky Tamást a kispadon, akkor hirtelen beugróként kellett megtalálnia a megfelelő taktikát, amellyel pályára küldhette a Spartakuszt, most azonban hosszabb idő áll rendelkezésére, hogy saját elképzelései szerint dolgozza ki a csapat játékát. Igazából egy stabil csapatot szeretnénk építeni, aki stabilan tudja hozni a megfelelő eredményeket. Nyilván lényeges számunkra, hogy ez korosztályokban is megjelenjen a csapatban, tehát egy megfelelő rutin párosuljon a fiatal játékosokkal, illetve hogy a saját nevelésre továbbra is nagy hangsúlyt tudjunk fektetni. Az NB2-ben a következő szezonban is több meghatározó, feljutás megcélzó csapat lesz, akár az NB1-től búcsúzó Vasas és Balmazújváros, vagy a tavalyi bronzérmes Békés Csaba. Akár a Győrt is ide sorolhatjuk, én azt gondolom lesznek feljutásra aspiráló csapatok, ettől függetlenül mi saját magunkkal foglalkozunk, nyilvánvalóan akkor tudunk megfogalmazni célt, ha már végleges a keret, ugye az átigazolási időszak utolsó napja után, vagy amikor már mi úgy gondoljuk, hogy véglegesítettük a keretet, addig nem szeretnék nagy jósatokba belebocsátkozni. Hat találkozó szerepel a Spari felkészülésében. Június 30-án a Debrecen, július 7-én pedig a Monor lesz az ellenfél, július 14-én délelőtt Mezőkövesden lép pályára a Spartakus, majd aznap este 6 órától a Kisvárdát fogadja a Nyíregyháza. A tervek szerint július 21-én is két meccset játszik a gárda, itt még zajlanak a tárgyalások a leendő ellenfelekkel.